A legnagyobb ezüst emlékérme a magyarok legnagyobbikának. Így mutatták be a Magyar Nemzeti Bank történetének legnagyobb, több mint 5 cm átmérő ezüst emlékérmét, amelyet 2 és 20 ezer forint névértékkel hoztak forgalomba. Majd megnyitották azt az állandó tárlatot a Nagyszentki kastélyban, amely Széchenyi István egy elképzelt napját mutatja be. Széchenyi hihetetlenül szerteágazó és sokrétű tevékenységének minél több szeletét szeretnénk felvillantatni, bemutatni ebben a kiállításban. Nagyszentkét Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter egyfajta zarándokhelynek nevezte. Mint mondta, nehezen elképzelhető számára, hogy valaki hiányérzet nélkül vallja magát magyarnak, ha nem tudja a himnuszt, nem olvasta Petőfit, vagy nem járt olyan szent helyeken, mint például Nagyszent. 156 évvel Széchenyi István halála után nyugodtan összegezhetjük, hogy az elmúlt 200 esztendő legsikeresebb magyar évei azok az évek voltak, amikor olyanok vezették az országot, akik a haza ügyét, a független haza ügyét, a szuverenitás ügyét, a nemzet iránti elkötelezettség és hűség ügyét képesek voltak közös nevezőre hozni a haladás, a modernitás, az innováció és a fejlődés kérdésével. Ezt a kápolnát a II. Világháború után többnyire raktárként használták, ma újra régi fényében ragyog, a felújítások pedig nem értek véget, a következő években újabb 3 milliárd forint jut majd a Nagyszentki Széchenyi kastély együttesre.